Eger jelenlegi fideszes polgármestere 2014-ben a szavazatok alig több mint egyharmadát megszerezve lett a város első embere. Mirkóczki Ádám jobbikos parlamenti képviselő ekkor 26%-ot, míg a baloldali összefogás jelöltje Kis Ján 20%-ot szerzett. A most alakult egyesület elnöke, aki a szocialisták önkormányzati képviselője, azt mondta, hogy a mostani összefogással a város vezetése leváltható. Az Egységben a Városért Egyesület 2019 őszén elindul az önkormányzati választásokon, polgármester jelöltet fogadni ezen a választáson. Az egyesület jelöltje Mirkóczki Ádám jobbikos képviselő lesz, aki mögé a szocialisták, a DK, a Momentum és az LMP is felsorakozott. Ami itt hosszú hónapok óta, sőt hosszú évek óta folyik. Mi ezzel szeretnénk leszámolni. Az ellenzéki pártok Egerben arról is megállapodtak, hogy minden körzetben egy jelöltet indítanak, és egymással nem fognak versenyezni a helyekért. Akár közelemi kutatóként, akár civilként, ha szét tudod választani, ezt tudod eldönteni. Tévében nem, csak az utcán. Jó, ez egy fontos kérdés, hogy te ennek örülsz? Célra vezetőnek tűnik. Ugyanis ezt szeretnék a választók. És hogyha van egy olyan jelölt, aki mögé politikusok el tudják képzelni, hogy be tudnak állni, és a választók is el tudják képzelni, hogy be tudnak állni, és a választók, illetve a mögötte lévő politikai szervezetek tudják úgy moderálni azt a jelöltet, és be tudják abban a regiszterbe kényszeríteni, amivel egy város lehet vezetni, és amivel lehet a polgárokat szolgálni, akkor azt hiszem, ez a célra vezető lépés. És ez nem az első az országban, ugye, ez már a harmadik, mert Szombathelyen is van egy ilyen, ott egy szocialista politikus, mögé álltak be, és Pécsett pedig egy független, egy igazi független. Elvileg Újpesten is van ilyen, bár és ez nem teljesen, igen, de éppen Tóth Bertalan azt mondta, hogy a szocialisták még gondolkodnak. Ezek még nincsenek leütve, ez a három sztori van eddig leütve, és ugye Budapesten is alakult, csak itt előválasztásnak hívják, és kicsikét cirkadalmasabb, de hát nagyobb tét, bonyodalmasabb folyamatok. Mondd, Bandi, az, hogy célra vezető, az értelmiségi szempont? Szóval. Én már a országgyűlési választások előtt mondtam. Melyik? Amikor az ormányok tettek valami mikrofont, hogy egy normális, egy jó megoldás lenne, hogy az 108 választókerületben mindenhol egy teljesen pártoktól független értelmiség, orvos vagy mérnök, vagy nem tudom micsoda, indult volna el. Mindenki, minden párt, minden ellenzéki párt szépen fölállt volna, megfogták volna egymás kezét, és azt mondták volna, hogy hölgyeim, uraim, tessék erre az úra vagy hölgyre szavazni. Ez lett volna az egyetlen megoldás. Akkor bekerült a 108 ember, egyébként szerintem kétharmada nyert volna a nem fideszes ellenzék, bekerült volna a 108 ember, visszaállították volna a kétfordulós választást, stb. Egy-két dolgot, és aztán lemondtak volna. Szerintem ez, és akkor visszajöttek volna a pártok, és akkor megint lehetett volna normális választás, és akár győzhetett volna megint a Fidesz. Ezt inkább a Vígszínházban adják elő, mint előadást. De miért? Miért? Hát mert szépen hangzik, de... Nem hangzik szépen, hanem reálisan hangzik, mert hogyha azt akarod, hogy a Fidesz megbukjon, akkor ugyanis, hogyha elindul, mondjuk itt a Mirkóczkit, én el tudom képzelni, ismerem őt, el tudom képzelni, hogy tényleg be tudnak mögé állni a pártok, illetve el tudom képzelni, egy DK-s szavazó is egy kicsit orrát befogva, de rászavaz. De vannak lesznek olyan emberek, akik mögé nem fognak, akiket nem fognak megszavazni, mondjuk egy jobbikost, egy DK-s. Jó, én éppen ma mondtam azt, hogy milyen finom parfüm van az Amesnéken, én nem akarok orbefogottan szavazni. Hát akkor viszont... De az élet azt nem mindig adja meg ezt a lehetőséget, és a Bandival részben egyetértek, annyiban nem, hogy a civil jelölt az nyilván nem működik mindenhol, és nem is működhet mindenhol, teljesen civil. Hát hozzátéve, hogy a Mirkóczki is az Egységben a Városért Egyesület nevében indul. Na jó, hát ez egy mondva csinált civil. Akkor definiáljuk, hogy mi a politika. Szerintem a politika nagyon civil dolog. Tehát minden embernek részt kellene venni a közügyek intézésében, minden civilnek, illetve minden szituáljának. Olyan benyomást kell a Gergely, mint aki beszélni akar. Bocsánat. Sőt, mi itt egy kicsit így... Nem, mert... De el vagyunk.
mondjuk az, hogy miért ugye a helyi egyesületek által indított jelöltek mindig ugye nagyon népszerűek. Ő jobbikosként ennek a helyi egyesületnek a nevében indul, de én inkább újságíróként azt néztem, azt a hihetetlen ösztüzet, ami így abban a pillanatban egyébként így rázódult. Tehát ez azért nagyon-nagyon látványos volt, és egyébként szerintem ez az igazi visszaigazolás annak, hogy ez egy reális veszély ilyen esetben a kormány oldalra, hogy abban a pillanatban tényleg az Origótól kezdve a Lakály Média összes tényleg, ahogy szoktak kötelékben, olyan szinten repültek rá erre az összefogásra. Tehát gyakorlatilag tényleg így pont itt az Egyenes beszédbe fogalmazott úgy, hogy ő mindent meg fog kapni. Tehát arra számít, hogy így a kampány az nagyon-nagyon durva lett. Tehát tényleg gyakorlatilag úgy állították be a Mirkóckit, hogy illetve az összes többi őt támogató pártot, hogy ezzel gyakorlatilag megvan a bizonyíték, hogy itt mindenki egy antiszemita pártot támogat. De hát ez a Mirkóczki nem gyöngyösi? Hát de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy gyakorlatilag lehet jobbikozni. És lehet... Félrejtés volt, ez egy szimbolikus kérdés. Igen, bocsánat. Szimbolikus ezek kérdés. Humoros. Annyira nem jött el. De a lényeg ez volt, amit kérdeztél, arra egyébként ez a válasz, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondanak, hogy ki de az, könyörgő, akinek a jelöltje. De te véleményedre vagyok kíváncsi. Az én véleményem ez, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, csak én abból az irányból próbáltam. Egész 2018 arról szólt egyébként, és ez tényleg egy baromi kemény tanulópénz volt. Szerintem egyébként minden ellenzéki pártnak, hogy arról írtunk folyamatosan, hogy miért nem fognak össze, miért nem fognak össze, miért nem fognak össze, majd ugye miután a választás lezajlott, utána ki volt a hibás, hogy nem fogtak össze, és mi lett volna, hogyha összefogtak volna? Péter, te egriként tudnál szavazni polgármesterként a Mirkóczkira? Rövid válasz? Igen. Nem. A bővebb válasz, nem, biztos, hogy nem. Tehát ezek az akármilyen városi egyesületek a hazafias népfrontra hajaznak, és akkor ott volt egy jelölt. Na most ugye, hogy miből nem lesz szalonna, vagy egy ilyen közmondás, vagy disznóból nem lesz tud, vagy nem tudja. Én nekem személy szerint egyetlen egy jobbikos sem tüntetve, föltüntetheti magát, csak nem hiszek neki. Nem létezik, hogy én jobbikosra odaadjam a voksomat. És ebbe tudom, hogy most sokan meg fognak szólni, hogy én az ellenzék ellen vagyok. Nem vagyok ellene. Jobbikossal nem tárgyalok. Pont. Itt abba kell, hogy hagyjuk. A mai műsor háromrészes, és a további műsorok is olyan sokan néztek bennünket, hogy kaptunk további perceket, más lett a műsor felosztása, reklám, és utána ismét egymásnak esünk.